jó ízűen haraptak a vajasmézes kenyerbe az alsó tagozatos diákok tolnán. Az első tanóra előtt látta őket vendégül teljesen ingyen a város egyik méhésze. Megtömték pocakjukat virágnektárral. Nem csak ettek a méhek által készített édes élelmiszerből a gyerekek, hanem fontos információkat is megtudtak róla. Rendszeresen szoktam menni, mert hogyha beteg vagyok, akkor is. De torokfájásra nagyon jó. Igen. Picit máshogy, mint eddig, megpróbáltunk nem informatikai dolgokat használni. Egy csodálatos mesekönyvet találtam, amit a Mecseki Mézut Egyesület írt, és nagyon jól elmondja a történetét egészen tavasztól a betelelésig a méheknek. És egy nagyon kedves barátunk, aki már nem él, Rónai István, egy magyar egregyi tanító is részt vett ebben a könyvírásában, valamint az OMME honlapjáról töltöttem le kis kézműves dolgokat. Hát egy ilyen kis füzetet, hajtogatós füzetet és egy kis könyvjelzőt kaptak a gyerekek ma. Valamint finom mézet. Tolnán 2014-ben rendeztek először mézes reggelit helyi iskolásoknak. A mézet azóta az egyik tanárnő férje ingyen biztosítja. A pedagógusok szerint a népszerűsítő programnak köszönhetően a kicsik egyre többet tudnak a méz pozitív élettani hatásairól. Én nagyon sokszor emlegettem a méheket, mint példa a gyerekek előtt is, valamint azt látom, hogy országos szinten is szerintem eredményes ez a mézes reggeli program, egyre több iskola, óvoda, intézmény kapcsolódik bele, tehát ez látható, és azt látom, hogy egyre többet foglalkoznak a mézfogyasztással, és otthoni tapasztalatom, hogy az orvosok kevesebb gyógyszert írnak föl, tehát az antibiotikumot ellőzik, és inkább hozzánk fordulnak. Természetes gyógyszerként a mézhez, propoliszhoz nyúlnak az emberek. És azt látom, hogy egyre többet vásárolnak a piacon termelőktől mézet a szülők. Tehát ez a tapasztalat, hál' Istennek. A méz nem csak finom, egészséges élelmiszer is. Általános gyulladás csökkentő, segít a szív- és a keringési problémák leküzdésében, és az emésztőrendszernek is jót tesz. Ennek ellenére a magyarok mindössze átlagosan 0,7 kg mézet fogyasztanak évente, míg az Európai Unió más tagállamaiban élők 2-3 kg-ot. Ezért indított el 4 éve az Országos Méhészeti Egyesület a mézes reggelit. Az a lényege, hogy emeljük a mézfogyasztást, és a gyereken keresztül meg lehet emelni a mézfogyasztást, a gyerek akkor mondja a szüleinek, hogy vegyünk mézet, ugye? Érdekesen alakult az idejévünk. Hát úgy kezdődött, hogy a márciusban tél volt még keményen, és egy generáció kimaradt a méheknél tulajdonképpen. Tehát akác úgy nézett ki, hogy akácvizünk nem is lesz. Az akác is megfázott egy része, és mi is úgy volt, hogy már vándorlunk tovább, és egyszer csak megindult a hordás, de anélkül, hogy bármi a közeli fákat járták volna a méhek. És érdekesen alakult azért, mert voltak nagy mérgezések is, amit tulajdonképpen nem tudták bebizonyítani, hogy mitől van a mérgezés, de eltűnt a kijáró alamány a méheknél. A tolnai gyerekek a mézes reggeli után haza is vihettek az egészséges és finom élelmiszerből.